Akvon. Sportosat. Híradónk vendége Urbán Flórián, az Újpest egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Napokban jelent meg a hír, hogy eljöttél Vecsésről. Mi történt? Lejárt a szerződés, vagy mi történt? Miért kellett eljönnöd Vecsésről, ahol ugye a megyei első osztályi csapatot a második helyre vitted fel? Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket is! Hát tulajdonképpen a szerződés nem járt le, mert meghatározott rendőrre szólt. Amikor oda kerültem, annak idején az elnök úrral úgy állapodtunk meg szóban, hogy nagyon szeretné, hogyha nagyon sokáig lennék a Vecsés FC edzője. Egy nagyon hosszú távú terveket dolgoztunk ki. Szerettük volna, hogy a csapat minél sikeresebb legyen. Ennek szellemében kezdtük el a munkát 2 évvel ezelőtt, amikor az első évben a harmadik helyre sikerült a csapatnak odaérni, bronzérmet szerezni, idén pedig a második helyen végeztünk. Idén elején a célt úgy tűztük ki, hogy szeretnénk, hogyha a csapat az NB3-as jogot megszerezni, ugye ez meg kell nyerni a bajnokságot, de az elnök úr elmondta, hogy a második hely is előrelépés, hiszen tavaly harmadikok voltunk, most pedig, hogyha a második helyen végzünk, akkor léptünk egyet előre, és akár még a második helyről is esetleg minket felkérhetnek az NB3-ra. Hát a második helyen végeztünk, a keddi évzáron minden úgymond jó volt, vagy szép volt. A polgármester úr méltatta a csapat munkáját, az én munkámat is, majd rá 2 napra pénteken megköszönték a munkámat. A miértje és az okok számomra is ismeretlenek. Annyi történt, hogy az elnök úr tájékoztatott engem arról, hogy a bizalom megromlott felém, ő felőle. Amit nem tudom, hogy ez mi az a bizalom, ami megromlott. Talán ez a bizalom az lehet, hogy az utolsó forduló előtt egy élethalál mérkőzést játszottunk a Dabasgyön csapatával, és aki nyer, az a második. Ez volt a tétje a mérkőzésnek, és különböző emberek hívtak engem, hogy annak idején volt egy olyan megállapodás az elnök úr és a csapat között, még télen, hogy a prémium fele vissza lesz tartva, és hogyha a második helyen végez a csapat, akkor a csapat ezt a pénzt megkapja, mert akkor, ugye az előbb is említettem, hogy a második helyről, vagy akár legjobb másodikként is az NB3-as tagságot meg tudjuk célozni. A prémium valóban vissza lett tartva? Így van, a prémium vissza lett tartva, semmi probléma nincsen. A mérkőzés előtti héten, szerdán az elnök urat megkérdeztem, hogy akkor esetleg elnököri pártot a csapatnak lehetne mondani biztatólag, hogy ugye azért a játékosok is ezért küzdenek és haladnak előre. Az elnök úr engem arról tájékoztatott, hogy itt a második helyre nincs pénz, hanem csak a legjobb második helyen végzünk, akkor lesz prémium, ami azt jelenti, hogy az egész országban a legjobb másodikok vagyunk. Tehát a megyei csapatok között. Az összes megyében a legjobb második helyen. Hát ezt megmondom, ez a játékosok sem, játékosoknak elmondta az elnök úr. Nem igazából értették a játékosok, de el kellett fogadni, elfogadtuk, hiszen az elnök úrnak a szava szent és értetetlen. Elfogadtuk, én azt mondtam a játékosoknak, hogy uraim, hát ez van, az elnök úr így döntött, el kell fogadni, szombaton meg kell nyerni a mérkőzést. Utána egy olyan információ került a birkomba, nem is a birtokomba, ezt korábban nekem jelezték, hogy a csapatnak nincs meg az NB3-as licensze, vagyis nem lett beadva a licensz NB3-ra, mert nincsen. Én ezzel nem foglalkoztam, megkérdeztem a technikai vezetőt, hogy beadtuk a licenszet, hogy van licensz, vagy nincs licensz. Nekem mindig azt mondta, hogy van licensz, ő adta be, ő ezt látomoztatta, be lett adva. Én az elnök urat megkérdeztem pénteken, mivel Vida Gábort felhívtam, a Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezési Bizottságnak az elnök, nem tudom pontosan mi a titulusa, és megkérdeztem, hogy a Vecsés FC-nek van licensze NB3-ra, vagy nincs licensze, mert olyan hírek járnak, hogy nincs is licenszünk NB3-ra. Engem arról tájékoztatott, hogy nincs licensz. A Vecsés FC-nek nincs NB3-os licensze. Én megkérdeztem az elnök urat pénteken, hogy akkor ez most hogy van, hogyha nincs licenszünk NB3-ra. Hát arról szólt az egész év, az egész fél év, hogy az NB3 második helyre oda kell érnünk, és az NB3.
aki nekem rögtön azt válaszolta, hogy a papír elkeveredett. Amit el kell, hogy fogadjak. Nem tudom megkérdezni azt, hogy papír nem keveredett el. A megyei szövetségbe beadták, de ott a megyei nevezés mögé került az MB3, és elkeveredett. Hát el kell, hogy fogadjam. Nem is kérdezem meg, hogy ez nem így történt. Ebben annyi egy apró kis probléma, hogy ezt az MLS-be kell beadni, az MB3-as licenszet. Az MLS-ben nem adott be senki semmit. Ez tény, ez fehér-fekete. Én el kellett, hogy fogadjam azt, hogy az elnök úr mondott, hogy a papír biztos elkeveredett. Elfogadom. Lejátszottuk a mérkőzést. A csapat ezeknek a mellékzöngéknek az ellenére is kiválóan teljesített. Megnyerte a mérkőzést 2-1-re. A második helyen végeztünk. És ezek után lett az, hogy rá pár napra megköszönték a munkámat, és azt mondták, hogy a bizalom megingott. Hát most a bizalom az, hogy én megkérdezem, hogy miért nincs licenszünk, ami tény, az lehet, hogy akkor nem kellett volna megkérdezni. Ha jól értem, akkor úgy gondolod, hogy az volt a probléma, hogy megpróbáltál utána járni ennek a licensz kérdésnek. Én azt utána jártam, én megkérdeztem Vida Gábort, hogy van licenszünk, vagy nincs licenszünk. Ez egy egyszerű történet, ami tény, nincs. Vagy sebzek nincs. Tehát, hogyha most a második helyen csapat végzett, felkérték volna, mert esetleg feltöltés van, akkor sem tudna indulni MB3-on, mert nincs licensz. El kell, hogy fogadjam. Hogy... Pedig ugye jól tudom, volt feltöltés, mert volt olyan, hogy megyei negyedik helyezett csapatot léptettek fel az MB3-ba. Igen, elképzelhető, hogy lehet, hogy... Tehát ezt nem tudjuk meg, tehát ennek, ezt nem igen, tudjuk, igen. Hogy felkérték, hogy nem kérték volna. Egy viszont tény, hogy a Vecsesnek erre az indi nincs MB3-as licensze. Hogy kihibázott, vagy miért, én azt gondolom, hogy ezt a felelősséget meg kell keresni, hogy kihibázott és miért is licensz. Ebből az úgy érzem, hogy az elnök úr lehet, hogy ezért gondolja azt, hogy a bizalom, mert hogy én ezt megmertem kérdezni, hogy van a licenszünk, vagy nincs licenszünk. A bizalom megingott. A történethez tartozik még, hogy elnézést. Így akkor a játékosok nem is kapták meg a visszatartott prémium? Nem, mert nem a legjobb második helyen végeztek, de ezt elfogadom, mert tehát egy félreértés a játékosok, meg én is félreértettem ezt a történetet. Elnök úr azt mondta, hogy ő ezt mondta, én elfogadom, és a szavát én nem fogom megkérdőjelezni, semmiképpen sem. A játékosok, 18 játékos és jó magam is másképp értelmeztük, elképzelhető, hogy egy félreértés történt. A történethez tartozik még, hogy egy picit annak idején én tavaly indultam egy országgyűlési képviselő választáson a Jobbik színeiben, ahol akkor egy kormánypárti politikus megkeresett, és burkoltan figyelmeztetett arra, hogy a jövőm szempontjából nem biztos, hogy ez jó nekem, a karrierem szempontjából, hogyha nem lépek vissza. Lépjek vissza, mert ez lehet, hogy jövőm szempontjából nem lesz jó. Hát én nem léptem vissza, én úgy gondoltam, hogy a mai világban a sportban nem fog beleszólni, vagy nincs köze semmihez. Utólag visszagondolva, nem tudom, hogy lehet, hogy ennek van köze hozzá, vagy nincs köze hozzá, mert én úgy érzem, hogy ez az a felállításomnak az indoklása egy picit kreált a történet ezzel a bizalommal. Konkrétum nincs a célt, amit kitűzött a vezetőség, azt a csapat, és jó magam is teljesítettük, hiszen az első vagy a második hely volt a cél, ezt teljesítettük. Ez egy picit olyan kreált történet. Plusz, hogyha a dolgok mögé nézünk egy picit, az új vezető edző, aki érkezett a helyemre. Ki az? Vince Gábor, aki Felcsútról érkezett. Nem tudom, hogy ezt továbbiakban kellene még taglalnom ezt a történetet. Az is egy picit érdekes, hogy ebben a dologban az elnök úr többször elmondta, hogy ez a döntés ez az utolsó forduló után született meg az ő fejébe. Majd amikor az új vezetőedzőben a csapatnak bemutatkozott, ez is tény, elmondta, hogy több hete figyeli a csapatot, és majd ő egészen másképp fogja ezt így összerakni. Tehát akkor itt van egy pici ellentmondás egyébként az egész dologban. Én sajnálom, hogy így alakult. Én azt gondolom, hogy ez a két év, amikor ott dolgoztam, én a mai napig is én úgy érzem, hogy többször is elmondtam, tehát ebben a műsorban is voltam itt, hogy ez egy apró szigete a magyar labdarúgásnak, ahol olyan elnök van, aki mindent megpróbált tenni a csapatért. Mögöttem áll, én is maximálisan mindenben támogattam az elnök urat.
Hogy ez a döntés itt miért született és milyen bizalom ingott meg, azt nem tudom. Én egyet viszont én érzek, hogy nem biztos, hogy olyan emberek veszik körül az elnök urat, akik az ő előrehaladását segítenék, hanem inkább talán azt, hogy ő ne előre haladjon. De ezt majd az élet fog igazolni. Én csak azt tudom mondani, hogy ez a két év, amíg ott voltam, én a munkámat tisztességesen elvégeztem. Megtettem mindent azért, hogy a csapat sikeres legyen. Az eredmények is ezt mutatják. Sajnálom, hogy nem sikerült bajnoknak lenni. Nem is mondok különböző okokat, hogy miért. Nem sikerült, így döntöttek, de én úgy érzem, hogy ez a döntés egy picit egy olyan mondva csinált ügy. Ha már itt tartunk, hogy nem sikerült bajnok lenni, ha jól tudom, 3 ponttal volt végzett, ugye? Többen. Mennyi? Jól tudom, 7-tel. 7-tel? Nem figyeltem a végén, mert elvitték a gondolataimat ezek a dolgok. Igen, nem is, akkor már nem is számolgatod, nem is nézted, hogy... Nem néztem, hogy nem is nézem, hogy mennyivel ment el az érd. Azt tudom, hogy decemberben 14 ponttal vezetett az érd előttünk. Felkészültünk a szezonra, úgy, ahogy tudtunk, körülményeinkhez képest, pályák egyéb okok miatt. Felkészültünk a szezonra, ott voltunk, néha a lőtávolon belülre is érkeztünk már, akkor buktunk el mérkőzéseket, igaz, egy vereséget szenvedtünk, volt 4 döntetlenünk, talán a 4 döntetlen nincs akkor akár még bármit lett volna, Érden sajnos egy rangadón X-et játszottunk, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat a maga módján mindent megtett, és tisztességesen fel volt készítve, és megtettek mindent azért, hogy sikeresek legyenek, másképp gondolja értelemszerű azok, akik szerették volna a távozásomat a háttérből, azok fennen hangoztatták, hogy ez egy bajnok csapat, és ezt magasan kellett volna nyerni ezt a bajnokságot. Erre mindig azt mondtam, hogy elképzelhető. A mai világban már mindenkinek van lehetősége arra, hogy elvégezze a licenszeket, akár a Pék, a Ent és a Cukrász, mindenki elmehet, el kell végezni, lekerülni a padra, és akkor kell csinálni egy bajnok csapatot, és nem pedig a háttérből hangoskodni, hogy ez bajnok csapat, és tulajdonképpen ebben jövök egy más, hogy nem lett bajnok. Ezt így nem mondják ki, fehéren feketén, mert Magyarországon vagyunk, de ezt többször hallottam. Elfogadom. Azt is elfogadtam volna azt az indokot, hogy ha nekem azt mondják, hogy nem nyertél bajnokságot, ezért köszönjük szépen a munkádat. Elfogadtam volna. Volt egy megállapodásunk, amikor ide kerültem a csapathoz, hogyha elválnak útjaink, akkor milyen irányban, anyagi elszámolásként milyen irányban fogunk elszámolni, hogyha engem a vezetőség felállít, akkor milyen nyújtatás illet meg engem, vagy hogyha én magasabb szintre kerülök, tehát NB2 vagy NB1-es csapathoz, akkor a Vecsés FC-t milyen nyújtatás illeti meg. Ez egy szóbeli megalapodás volt, erre kezet fogtunk, hát ez a megalapodás nem történt meg. Sajnálom, hogy ez nem történt meg. Én bíztam benne, hogy a készfogáshoz adott szó az ugyanaz, mint hogyha leírtuk volna, és most nem történt meg, erre nem tudok mit mondani. Legközelebb máshol is belemész egy készfogásba? Én alapvetően én hiszek az emberekben, én alapvetően én hiszem azt, hogy én egyenesen gondolkodok, akkor aki velem beszélő is egyenesen gondolkodik. És még egyszer, azért akkor egy rosszat nem tudok mondani, mert én nagyon jó embert ismertem meg benne. Én azt gondolom, akik mellette vannak és tanácsokat osztogatnak, azok a nem jók. Én ezt sajnálom, hogy így alakult. Sok érdekesség van ebben a történetben. A jövőben, hogy aztán, hogy hol, merre és egy készfogásba belemegyünk, vagy nem, az... Sok mindentől függ. Sok mindentől függ, ez megint egy olyan dolog. Én egyet tudok mondani, én hiszek az emberek jó indulatában, én hiszek mindenkinek, addig a percig, míg nem bizonyosodok meg az ellenkezőjéről. Ugye neked megvan mindenféle licenszed, tehát bárhol edzősködhetnél, most szabad vagy, hogy néz ki, tudsz élni ezzel a lehetőséggel? Nem tudom, hogy tudok élni a lehetőséggel az, hogy szabad vagyok. Hiszen megint csak tényeket közlök. Volt egy megkeresés egy NB3-as csapat részéről, ahol a szponzor érdeklődött a telefonszámom iránt, hogy érdekelne a feladat. Mondtam, hogy természetesen,
érdekelne a feladat. Mindenképpen mondta, hogy még keresni fognak két napon belül. Nem kerestek, és jelentkeztem, hogy esetleg akkor ebből esetleg lesz, vagy nem lesz valami. Hát a válasz rövid volt. Az önkormányzat azt mondta, hogy nem. Nincs összeesküvés elméletem, nehogy valaki félreértsen. Csak elmondtam el először ezt a történetet. Azt mondták, hogy nem. Hát én nagyon bízom abban, és én hiszek abban, hogy a sport az egy egészen más történet, és az embereket az alapján ítélik meg, hogy milyen eredményt végzett, vagy milyen munkát végzett. Az elmúlt három évben én a megyei futballban tevékenykedtem, a Csomád FC-vel három évvel ezelőtt bajnoki címet nyertünk aranyérmet, az osztályozón felkerültünk a megye első osztályba. Utána kerültem el ugye Vecsésre, ahol egy harmadik hely, és egy második hely, és pontosan ezért is volt a legelén a megállapodásban, én szerettem volna kikötni, hiszen én egy nagyon biztos helyről, Csomádra nagyon biztos helyről érkeztem el, és ez egy előrelépés volt az életemben, de mégiscsak egy bizonytalanabb történet, azért is kértem azt, hogy ez a megállapodás egymás közt így legyen. Amire kezet is adtak, a végén sajnos nem így alakult, én sajnálom. Uh-huh. Szomorú vagy? Szomorú, nem mondanám azt, hogy szomorú vagyok. Talán azt mondhatnám, hogy egy picit csalódott. Azt szokták mondani a futballedzők, hogy erre fel kell készülni, mindegy, hogy hová megy az ember. Ez sajnos, erre mindig fel kell készülni, így van. Csalódás éri. Ez így van, fel kell készülni arra, hogy bármikor megköszönhetik a munkát. Talán utólag visszagondolva érezhettem is volna, hogy valami a levegőben az utóbbi fél évben egy picit úgy a viszony, meg úgy a levegőben úgy egészen más volt ez a dolog az elmúlt fél évben. Addig minden szenzációs volt, az elmúlt fél évben nem igazából éreztem azt, hogy maximálisan bíznának bennem, és néha úgy éreztem, hogy itt lehet, hogy nem is az, hogy így sikeresek legyünk. Hogy ez csak az én paranoiám, vagy ez tényleg így volt, soha nem fogjuk megtudni. De hát, hogyha a licencet nem adták be az MLS-be, ami ugye mondod, hogy tény, mert az MLS-ből kapta ezt az információt, hogy oda nem érkezett meg, akkor ez azt jelenti, hogy ők valamiért ebbe az évben nem is akartak. Hát most, hogy akartak, nem akartak, ezt megint csak nem tudom megmondani, a tényeket tudom csak közölni. Az MLS-be nem adtak be semmit, a megyei szövetségbe, hogy beadtak, vagy nem, azt nem tudom, én azt a választ kaptam, hogy ez a papír elkeveredett. Nincs jogom megkérdőjelezni, hogy a papír nem keveredett el. A 21. században élünk. Igen. Jó, Flóri, fogsz még dolgozni a labdarúgásban? Még fiatal vagy? Hát az előbb is azt mondtam, én szeretnék a labdarúgásban dolgozni. De úgy érzem, mintha egy kicsit pesszimista lennél. Ha ilyen dolog, hogyha mögé nézzünk a dolgoknak, és ezek megtörténhetnek, akkor nagyon kevés esélyem van arra, hogy én bármilyen formában is labdarúgásban tevékenykedjek, mert akkor valószínű, hogy az emberek nem az edzői tudásom, vagy a szakmai múltam, vagy a szakmai eredményem alapján ítélnek meg, hanem az, hogy én mondjuk esetleg a magánéletemben én mit gondolok, akár a politikáról, akár bármiről. Ez pedig nem jó, én azt gondolom. De így nehéz lesz, mivel ezt elmondtam ezt a két történetet is. Nehéz az előrehaladás. Habár én mindig egy mondani hívő ember vagyok, és én hiszek abban, hogy ez nem így van. Én hiszek abban, hogy az emberek a szakmai munkám alapján fognak megítélni, hogy az elnök úr elmondta többször is, hogy a szakmai munkám az parád és a szenzációs. Emberi oldaláról csalódott bennem, hogy emberileg, hogy én abban a prémium ügyben is nem mellé álltam, hanem a játékosok mellé álltam. Hát én nekem a játékosokat kell képviselnem, és én is ugyanazt hallottam, mint a játékosok. Nem álltam senki mellé, én a tényeket közöltem a játékosokkal is. Úgyhogy az elnök úr emberileg azért csalódott bennem, vagy azért, mert én megkérdeztem ezt az NB3-as licencet, hogy miért nincs nekünk licenszünk NB3-ra. Hát akkor lehet, hogy akkor én meg a rossz ember ezek szerint. Jó, levezzünk más vizekre egy kicsit. Mit szólsz a csoporthoz, hogy 12 csapatos lesz az NB1, egy kicsit összementünk.
mit vársz ettől? Valóban jobb lehet ettől a labdarúgás? A labdarúgást ezt mindenki szeret, hogy jobb legyen, és mindenki csinál dolgokat. Ez túl egyszerű lenne, hogyha ilyen nem múlna, nem? Én úgy gondolom, mint laikus, hogy ez nagyon egyszerű lenne, hogyha ezen múlna. Én nem tudom, hogy a versenykiírásban, ami tavaly egy versenykiírást kiírt a Magyar Labdarúgó Szövetség, abban szerepelte ilyen, hogy jövőre 12 csapat fog indulni. Úgy tudom, hogy nem. De még egyszer, nem vagyok kompetens, lehet, hogy szerepelt benne, hogy ki kell esni majd 4 csapatnak, és 12 fog előre menni. Nem hiszem, hogy azon múlik, hogy 12 csapat van, vagy 16. Ez azon múlik, hogy a viszonyok legyenek rendezettek és tiszták, és a sportról szóljon ez a történet. Arról, hogy játékosokat neveljünk ki, ifjú tehetségeket neveljünk ki a magyar labdarúgásnak, és azok Magyarországon futballozzanak, és ne az legyen, hogyha valaki ma Magyarországon 15-16 évesen egy egyesetrű labdába azonnal külföld felé irányítják, akár a szülő, akár edzők, viszik kifelé játékosokat. Én azt gondolom, hogy a Magyarországnak kellene termelni. Ugye rengeteg akadémiánk van, az akadémiákról beszélünk. Igaz, még az elmúlt 6-8 évben én nem hallottam volna egy nemzetközi szintű játékos sem, akit kineveltünk volna. Talán erre kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ott milyen munka folyik, ott hogy jönnek ki a játékosok, hiszen Nyugat-Európában bármelyik klubnál, akár Belgium, vagy más csapat, Belgium beszélek, mert ott van kapcsolatom, ott úgy működik, hogy minden évben egy játékost fel kell adni a felnőtt csapatba, akiből majd profitál a klub, eladja később, vagy bármerre, és ebből visszafordítják a pénzt. Hát nem nagyon látom, hogy most az utánpótlásból felkerülnének. Most egy 12 vagy 16, szerintem ennek semmi jelentősége nem lesz. Én annak idején volt egy 12 csapatos NB1, még az Alegerszegben futballoztam, 12 csapatos volt, és amikor a negyedik Újpest-Fradi mérkőzés volt, csak egy Újpest-Fradi rangadóról beszélek, nem érdekelt senkit. Ez már senkit nem érdekelt, mert már megint Újpest-Fradi van. Ez értem, hogy az emberekben benne van, de pontosan arra készülnek, hogy egyszer az Üllői úton, egyszer a Megyeri úton összecsapnak a felek, és egymásnak feszülnek, mert ez a két legnívósabb, rangosabb klub ma Magyarországon, tradicionálisan is, egymásnak feszülnek, és az. Amikor a negyedik vagy az ötödik, hatodik lesz, az, megmondom őszintén, senki nem fog érdekelni, nem lesz kint egy dekanézőse. Tehát most az azzal magyarázzák, hogy akkor milyen jó, mert lesz nagyon sok Újpest vagy, meg nagyon sok jó mérkőzés lesz, a negyedik Újpest vagy senkit nem fog érdekelni. Mindegyik mérkőzés jó lesz, mert ugye most elméletileg a 12 legjobb csapaton az NB1-ben. Valóban így volt akkor is, vagy akkor is voltak unalmas gyengi mérkőzések? Hát akkor is voltak a 12 csapatosban is, ugye annak idején az az Alegerszeg, amikor a bajnoki címet nyertünk, utána lett azt hiszem 12 csapatos, és az Alegerszeg a hetedik helyen végzett, nem kerültünk be a rájátszásba az első hatba, az alsóházba játszogattunk, hát az pontosan éppen senkit nem érdekelt, hogy az előző idényben bajnok Zalaegerszeg az most a hetedik helyen pattogtat, az éppen senkit nem érdekelt, én azt gondolom, hogy ez ugyanez lesz most is. Az alsóház nem fog érkezni senkit, a felsőház meg, ahogy az előbb is mondtam, unalmas lesz, hogy egyszer, ötödször, hatodszor találkoznak. Nem hiszem, hogy az emberek erre lennének kíváncsiak. Még egyszer, én azt gondolom, hogy a 16 csapat az egy olyan, amit el kell, hogy bírjon ez az ország, csak rendezett viszonyokkal, rendezett körülményekkel, rendezett anyagi körülményekkel a háttérben. Nem tudom, hogy a csapatokat miért zárták ki, most ugye ez a licenc kérdés miatt, hogy nem tudják megadni a licencet, mert nem feleltek meg a különböző licenc kérelmeknek. Ez is egy olyan dolog, ha licenc, ha a viszonyok legyenek fehérek, feketék, de az én szememben ez mégse kerek az egész történet. Zárásként meglepődsz, hogyha esetleg meccsőren a telefonod, és állásajánlatot kínálnak neked, hogy gyere ide is, legyél te az edző ennél a csapatnál? Meg. Na, bízunk benne, hogy meg fogsz hamarosan lepődni. Ámen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat. Sportosat. Igen, a 13. évét kezdte meg a Dino Sporthíradó. És a jó bevált tematika szerint továbbra is minden hétköznap naponta háromszor találkozhat a magyar sporttal foglalkozó 25 perces műsorral. És ha lehet, még több, még érdekesebb hazai sporthírekről, érdekességekről fogunk idén beszámolni. Csak győzze figyelni. Tudja,
a magyar sportoló is lehet érdekes. Dino Sporthíradó. Minden hétköznap 17 óra 30 perctől a 6-os csatorna műsorán. Ha teáznak velem, olyasmikről is beszélgethetünk, ami önöket foglalkoztatja. Túl sok az információ az egészségügyben.